lengyelen születtem, ez innen Kisrejkétől 4 kilométerre, 5 kilométerre található szomszédos település, ott nőttem fel, oda jártam általános iskolába, mindig szerettem tanulni, és ugye mindenkinek egy nagy vízválasztó a továbbtanulás, abban az időben, és ez nem most volt, amikor nekem kellett pályát választani, akkor még nagyon fontos volt az, hogy az embernek legyen egy szakma a kezében. Mindig szerettem gyerekekkel foglalkozni, így én Somogy megyébe kerültem Csurgóra, egy óvonőképző szakközépiskolába, és onnan természetesen automatikus volt, hogy megy az ember tovább főiskolára, így, hát kimondom, 94-ben diplomát szereztem óvonőként, akkor még nem tudtam elhelyezkedni, mert gyesen voltam a gyerekeimmel, és 2002-ben kaptam meg a lehetőséget itt, Kisvejkén, hogy először óvonőként dolgozhassam. És azóta itt vagyok. Egy évre egyszer elmentem, egy kis kitérőt tettem, ki szerettem volna próbálni, hogy máshol talán jobb, máshol talán nincsenek problémák. Mindig mindenhol vannak problémák, csak más jellegűek. Egy évet voltam távol Kisvejkétől, viszont rájöttem, hogy nekem Kisvejke a hazám. Itt tudok kiteljesedni, óvonőként is, emberileg is. Így hazajöttem egy éves kitérő után, és 2006-ban megszületett a harmadik gyermekem, szintén egy kislány. Vele is csak 2 évet voltam otthon, mert azt éreztem, hogy be vagyok zárva, nekem mindig tevékenykednem kellett, így amint lehetett, azonnal visszamentem dolgozni, nagyon-nagyon szeretem a szakmámat. 2019-ben az akkori polgármesterünk, Höfler József, ő közel 30 évig vezette a települést, úgy döntött, hogy ő többet nem indul, nem szeretne már polgármester lenni. Adott volt tehát a lehetőség, hogy elinduljak, és ezt megtettem. Volt elég bátorságom, akkor azt gondoltam, hogy hát megpróbálom, de nem sok esélyt fűztem ehhez az egészhez, viszont Józsi bácsi nagyon támogatott. Ő maradt a testületben, és hát októberben sikerült is, meg is lepődtem egy kicsit. Ő ugyan mondta, hogy ezt meg fogod nyerni, de én nem hittem benne. Mégis sikerült. Nagyon sokat számított, hogy ő bent volt a testületben, és amíg tehette, addig ott volt mögöttem egy bástyaként. Egy bástyaként volt, amikor kezdőpolgármesterként ő nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy törte előttem az utat. Tehát volt olyan megbeszélés, amit ő előkészített nekem, és nekem csak be kellett odaülnöm. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy az embernek milyen mentora van. Rendkívül hálás vagyok neki, nem csak ezért. 2002-ben, mikor ide kerültem, ő kenyéradó gazdám lett, hiszen a település polgármestereként ő intézte el, hogy ide kerüljek ebbe az óvodába. Végig kísérte a pályafutásomat, támogatott ott is, amiben csak tudott, és polgármesterként is. Tehát ha lehet azt mondani, hogy valakinek példaképe van, akkor úgy gondolom, hogy 2002 óta én kijelentettem, hogy Höfler József számomra egy példakép volt. Sajnos elvesztettük őt, így a testületben is cserélődtek a tagok. Nagyon nagy veszteségnek éltem meg én is, a testület is, és úgy gondolom, hogy a település is, hogy Józsi bácsi már nincs velünk. De az emlékét őrizzük, és úgy gondolom, hogy amit ő ránk hagyott, az tovább véve örökre itt maradhat velünk. Mi elhatároztuk, tele ambícióval, hogy mi közösséget fogunk építeni Kisvejkén, hiszen gazdaságilag tényleg Józsi bácsi úgy hagyta ránk ezt a dolgot, hogy mindent kiaknázott, amit csak lehetett. Nekem már csak át kellett adnom egy olyan beruházást, mint a temperált válogatótér, ami nagyon nagy dolog volt Kisvejke életében. Ez mondhatom azt, hogy nem mondom azt, hogy közös projekt volt. Józsi bácsi kiaknázta, végigcsinálta, de a végét rám hagyta, és bizony markáns feladatnak tűnt a lezárás is, de voltak segítőim. Tehát a Covid idején
nem igazán tudtunk közösséget építeni, de azért egy pici morzsája mindig volt. Mindig megoldottuk azt, hogyha nem is találkozhatott a közösség, és kihasználtuk az internet adta lehetőséget, a Facebook oldalt erőteljesen használtuk, és megtaláltuk az embereket, és nem adtuk fel. Ebben az 5 évben volt, bevezetésre került az Advent 4 hétvégéje, ez egy 4 hetet felölelő időszak, mert azt gondolom, hogy a karácsony az egyik legfontosabb ünnep a vallásos emberek, a katolikus emberek életében, egyébként is szerintem. Úgy gondolom, hogy karácsony előtt egy hónappal mindenki megőrül. És egy picit próbáltuk azt előtérbe helyezni, hogy talán nem kell rohanni, nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem az, hogy kik vesznek körül minket ebben az időszakban. Ezért létrehoztuk az advent időszakát, és minden egyes hétvégén más-más gyújthatott gyertyát. Ez mindig meglepetés volt, nagyon izgalmas volt, mert mindenki kíváncsi volt, hogy ki fogja gyújtani a következő gyertyát. Egy arra érdemes szemét választott a testület, szépen csendben, titokban. És ez olyannyira kinőtte magát, hogy az utolsó, tehát az ezelőtti adventi időszakban már nem mi, tehát nem az önkormányzat szervezte meg mind a 4-et, hanem ugye vannak kis közösségek kis fejkén belül, a roma önkormányzatunk, a német önkormányzat vagyunk mi, és működik nálunk egy nyugdíjas klub is, rendkívül aktívak, és minden egyes adventet valaki szervezett, és nagyon érdekes volt látni, hogy különböző kultúrák, különböző nemzetiségek, különböző életkorban élők mennyire másképp látják a karácsonyra való ráhangolódást. Ez nagyon nekem egyébként is szívügyem volt ez, és nagyon jó érzés volt az, amikor az ember nem feszült, hogy minden a helyén van-e, minden jól sikerült-e, hanem leülhetett az ember, és ezt értékként tudta megélni. Nagyon szuper dolog volt. De a Covid ideje alatt nekünk ugyanúgy volt tojásfánk, jött ez az ötlet, hogy miért ne csinálnánk meg. Nem találkozhattak az emberek, de felhívás került ki a Facebookra, mindenki hozta a maga által díszített kis tojásokat, került ide Bonyhádról, régi kisvejkei illető, aki most Pakson él, erre jött, megállt, feltette a tojást a tojásfára. Tehát úgy gondolom, hogy ezek igazán nagy értékek. De ez mellett bevezetésre került a húsvéti locsolás, a fiatal legényeink végigjárták a települést, minden házba bekopogtak, és itt azért olyan szépek a kisvejkei lányok, asszonyok, és a legifjabb asszonyok, mert mindenkit meg tudtak locsolni. Ugyanígy a májusfa állítás, amiből aztán pünköstkor májusfa kitáncolás lett, egybekötve egy gyereknappal. Tehát úgy gondolom, hogy kisvejkén igen, elindult valami, elindult a közösségi élet, ezt kell majd tovább folytatni. Kisvejke gyümölcstermesztő település, fő profilja ugye a barack. Valamelyik nap érdeklődött tőlem egy fiatal ember, hogyha ő bejön, tehát hogy ő venne kisvejkén barackot, és hogy kihez forduljon, és csak annyit tudtam neki javasolni, hogy induljon el autóval, és ha beért a kisvejke táblán belőre, ha nem az első házba, de a másodikban biztos, hogy fog tudni barackot venni, lekvár barackot, vagy akár cefre barackot, akár étkezési barackot. Igen, az idei termés nagyon jól sikerült. Viszont 2 héttel korábban érett minden, tehát, és minden egybeérett, minden fajta. Tehát igen, nagyon erősen oda kellett fókuszálni gazdáknak és szedőknek egyaránt, hogy a barack minél előbb a piacra tudjon kerülni, és minél kevesebb vesszen kárba. De jó volt a termés, így több embernek lehetett munkát adni, hiszen kisvejként nagyon sokan élnek szezonális munkából, de most lehetett dolgozni. A Kajszi Fesztivál is régre nyúlik vissza. Annyiban változtattunk rajta, mert ugye a termést előre nem lehet megmondani, hogy milyen lesz, és az időjárás az néha csalóka, és a viszontagságai miatt nem mindig volt olyan a termés. Régen minden egyes lekvárfőző, aki jelentkezett a versenyre, 30 kiló barackot kapott ingyen, amit ugye befőzött, adott le mintát, azt zsűriztük,
de a többit hazavihette. De ez nem minden évben sikerült. Nem tudtuk mindig biztosítani ezt, és a testület akkor egy kicsit fordított rajta, egy kicsit variált rajta, főzőversennyel indítjuk a Kajszi Fesztivált, bárki főzhet bármit, amihez éppen kedve van, ezt zsűrizzük, de ez mellett újra visszatértünk a hagyományainkhoz, be lehet hozni lekvárt zsűrizésre, és hát ami a legfontosabb, a pálinkát is be lehet hozni, és ezt is zsűrizzük. A Kajszi Fesztivál egy egész napot felölelő rendezvény, a település úgymond falu napja. Ezt elcsúsztattuk most egy kicsit későbbre, mert ez július utolsó hétvégéjén volt mindig. De nem mindig érett ilyen hamar a barack, és megrendeztük ugyan a Kajszi Fesztivált, de nem volt, aki eljöjjön, mert mindenki a földöken dolgozott, tehát szedték a barackot. És ezért kitoltuk augusztus első hétvégére, addigra azért lecseng a barack. Nyilván van utána még szilva, alma, de nem olyan erőteljes, mint a barack termése. Úgyhogy augusztus első hétvégén szeretettel várunk mindenkit Kisvejkére, a Kajszi Fesztiválra, ahol nem csak a termést, a gazdákat és a szedőket is ünnepeljük. Kisvejkén nagyon összetartóak az emberek. Én azt gondolom, hogy például egy nyugdíjas klub létrejöttével erőteljesen megindult a közösség fejlesztése, nagyon aktívak, minden rendezvényen ott vannak, kérik a feladatot, sőt, automatikussá vált számukra, hogyha a településnek rendezvénye van, ott a helyük, segítenek, fellépnek, nagyon büszke vagyok rájuk, de ez mellett önállóan is működtetik magukat. Nagyon kevés a gyerek most Kisvejkén. Régen ezt az óvodából tudom mondani, az óvodába, amikor én ide kerültem, akkor ilyen 29-es, 30-as létszám volt, de azt gondolom, hogy ez nem csak Kisvejke problémája, mindenhol kevés a gyerek. Jelen pillanatban 8 gyerek jár az óvodába, viszont születnek gyerekek. Azoknak születnek gyerekeik, akik óvodásaim voltak. Nagyon bízom benne, hogy ők a település óvodáját fogják választani, és egyre több kisgyerek lesz a településen, és akkor újra fel lehet növelni ezt a létszámot. Mindig szokott olyan lenni, hogy nagyon sokan vannak, megcsappan a létszám, és újra emelkedik, hiszen én is egy ilyen baby boomba születtem bele annak idején, és ez nagyon-nagyon régen volt. Tehát ez a hullámzás, ez mindig megfigyelhető. Én rendkívül pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz. Bíztatom a fiatalokat, hogy házasodjanak, telepedjenek le itt Kisvejkén, ez egy csendes, nyugodt kis település, nincs elzárva a városoktól, hiszen Dombovár és Bonyhád között van, Bonyhád 18 kilométer, tehát nagyon könnyen be lehet jutni a városba, de amikor csendességre vágynak, nyugalomra vágynak, akkor Kisvejkén érdemes itt házat venni, letelepedni, családot alapítani.